Most megnézzük, hogy hogyan lehet könyvtípusú objektumot hozzáadni egy kurzushoz. Válasszunk ki először is egy kurzust, amelyhez hozzá szeretnénk adni ezt a könyvtípusú tananyagot. Én az Invköz kurzust fogom kiválasztani. Megkeresem az első témámat, ahol hozzá szeretném adni ezt a tananyagot. Mivel be van kapcsolva a szerkesztés, már meg is jelenik a tananyag hozzáadása legördülő menü. Tananyag típusú objektum a könyv, ezért kiválasztom a tananyagok közül a könyvet és rákattintok. Ilyenkor megjelenik a könyv alapértelmezett beállításai oldal, ahol nevet kell adnom. Én alapismeretek nevet fogom adni ennek a könyvnek, és röviden le kell írnom, hogy miről szól, hogy tájékoztassam az olvasót. Ez informatikai alapismeretek. Elméleti alapismeretek lesz. A fejezet számozás típusát választhatom ki. Ha nincsenek számozva a fejezetek, akkor nagy kavalkád lesz. Ha számozva vannak, az a legáttekinthetőbb, úgyhogy ezt ajánlom. Felsorolásának és a behúzások sem annyira áttekinthetőek. Egyszerűbb könyvnél lehet, hogy hasznos. Egyedi címeket nem pipálom be, ami azt jelenti, hogy amikor majd megjelenik bal oldalon a tartalomjegyzék, akkor a tartalomjegyzékben a fejezet címek fognak megjelenni. Szokásos modulbeállításokban ugye ki tudom kapcsolni a tananyagot, magyarul el tudom rejteni a témában. Azonosító számot adhatok neki, most én a 017-es számot adom neki. Mentem a módosításokat és visszatérek a kurzushoz. És akkor látom, hogy létrejött egy alapismeretek nevű könyvtípusú tananyag, aminek ugyanolyan módosítási lehetőségei vannak, mint az egyéb tananyagoknak. Hogyha most kapásból visszatérek a szerkesztésre, akkor esetleg, ha elírtam valamit, kijavíthatom, vagy hogyha meggondoltam magam, módosítatok. De én nem módosítok, visszatérek a könyvhöz. Így hozzunk létre könyvtípusú tananyagot.